Az EP 10 milliárd euróval többet költene az illegális migráció elleni küzdelemre, a Fidesz azonban nemet mondott erre, állítja Gyöngyösi Márton. A Jobbik EP képviselője szerint ez egy beismerő vallomás, és nem véletlenül akar a kormány 500 000 vendégmunkást beengedni az országba. A stúdióban Gyöngyösi Márton. A Jobbik elnök és EP képviselője, jó estét kívánunk! Jó estét kívánok! Kezdjük Izraellel, mert ugyan a közösségi oldalán elítélte a terrorcselekményt, és nem tudom, hogy látta ezt a kommentözönt, amit kapott. Én megnéztem a kommenteket a posztja alatt. Én is néztem körülbelül kora délutánig, de tehát Facebookon kommenteket olvasni, ahhoz már jó egyedül, ideje erős. Egyedül azért kérdeztem meg, és azért néztem meg, mert, és biztos nem okozok meglepetést, ha azt mondom, hogy nagyon sok kritikus komment volt önnel szemben, pedig a saját oldaláról van szó, mert amikor ön kitesz egy ilyen posztot, akkor nyilvánvalóan felvetődik a kérdés, hogy mennyire lehet hiteles, hiszen ön volt az a politikus, aki zsidó származású embereket a Magyarország gyűlésben akart listázni, ugye 2012-ben fogalmazott így. Mit mond erre? Ezt a kritikát megkapta ma is, tegnap is. Én ezt a kritikát pont nem láttam, tehát nagyon sok olyan kritikát kaptam, hogy hát 10 évvel ezelőtt nem tudom, hol álltunk ebben a kérdésben, és a palesztinok mellett foglaltunk állást. Azért azt szeretném nagyon hangsúlyosan, tehát visszautasítani minden olyan feltételezést, hogy mi bármikor is terroristákat támogattunk volna. Az, ami most zajlik Izraelben és a Szentföldön, az egy terrorcselekmény. Tehát amit a Hamas művelt az elmúlt néhány napban, azok a támadások, amelyek Izraelt érték a gázai övezet részéről, azt minden éppen mélyű embernek el kell ítélnie. Hiszen az, hogy gyermekeket rabolnak el, civilekre lőnek, rakétákkal sortüzet nyitnak a civil lakosságra és Izrael területére, ezt mindenkinek vissza kell utasítania. Ugye EP képviselő, ahogy már említettem, EP választások lesznek hamarosan. Ma is beszéltünk már erről, maradva még az Izraelt ért terrortámadásnál, hogy mennyire lesz ez bizony nagyon fontos téma a kampányokban. Annál is inkább, mert látjuk, hogy mi történik Németországban és Ausztriában. Tüntetések voltak, a Hamászt éltető tüntetések. Nyilvánvalóan a bevándorláspolitika lesz az egyik fontos kampánytéma Európában. Kétségtelen, és ez is ugye azt mutatja, hogy Európán belül ugye az elmúlt évtizedeknek az elhibázott politikája, ugye hogyan volt képes megváltoztatni Európának a kulturális identitását. Tehát én is elrettentve nézem azt, hogy bizonyos nyugat-európai országokban milyen Hamas mellett, tehát tényleg az, hogy egy terrorszervezet mellett kiálljanak tömegek különböző nyugat-európai országokban, ez el kellene, hogy gondolkoztassa Magyarországnak a miniszterelnökét is, aki jelenleg arról beszél, hogy 500 000 embert kell Magyarországon letelepíteni. Ilyen mennyiségben embereket letelepíteni Magyarországon, ez nem csak... Nem erről beszél, muszáj, hogy pontosítsak, mert ő nem azt mondta, hogy 500 000 embert kell letelepíteni, hanem, ahogy Nagy Márton is fogalmazott, meg Orbán Viktor is, 500 000 új munkavállaló lesz szükség, de nem vendégmunkást mondott egyébként sem Orbán Viktor, sem Nagy Márton, és nyilvánvalóan nem illegális bevándorlókat szeretne letelepíteni a kormány, legalábbis nem tudunk róla. Hát egy 9,5 milliós országban 500 000 embernek a letelepítése, nevezzük őket bárminek is, tökéletesen alkalmas arra, hogy Magyarországnak a kulturális identitását megbontsák. Németországban a német ipar szolgálatába behívtak török vendégmunkásokat a német ipar szolgálatába Magyarországon, kínai érdekeltségű akkumulátorgyárakba, meg egyéb gyárakba hozunk be, tehát alapvetően kínai érdekeket kiszolgálva hozunk be 500 000 embert, alapvetően Ázsiából, alapvetően olyan háttérrel rendelkező embereket, akik nekem meggyőződésem, hogy a magyar államapparátus nem képes arra, hogy ezeknek az embereknek a hátterét megnyugtató módon tisztázza. Tehát, hogyha valaki terroristákat akar Magyarországra küldeni, akkor ebbe az 500 000-es kvótába tökéletesen el lehet rejteni akármennyit közülük. De ezt az 500 000-es kvótát... Erről Orbán Viktor beszélt. De nem külföldi vendégmunkásokról, hanem munkavállalókról beszélt, amiben azóta ezt egy picit már többen pontosították, hogy nem külföldi munkavállalókra vonatkozott. Orbán Viktor külföldről ázsiai migránsmunkásokat akar Magyarországra behozni a gyárakba. 500, tehát én nem nagyon látom, lehet őket vendégmunkásnak nevezni, ugye a kormány próbálja úgy beállítani, mint hogyha ezek vendégmunkások lennének,
a vendégeket általában hívni szokták, Magyarországra meg nem hívta őket senki. Nekünk az elsődleges... Hát a kormány hívja őket, ez nagyon szép és jó, de szeretném arra fölhívni a figyelmet, hogy Németországban is így kezdődött az a folyamat, ami ma ott tart, hogy a Hamász mellett tüntetnek alapvetően német állampolgárok. Egyébként ezt a folyamatot teljesen fölösleges megnyitni, és én úgy gondolom, hogy Magyarország ez ellen nem tud védekezni. Nincsenek meg azok a hatóságok, akik át tudják világítani azokat az embereket, akiket most idehoznak a nyakunkra, és nem magyar érdekeket szolgál. A németeknek legalább annyi mentségük van, hogy a német ipar szolgálatába hívták be azokat az embereket, akik ma ott vannak. Hát a kormány Magyarországon azt mondja, a kínai érdekeket szolgál. Hozzák, de egyébként kapott erre választ. Egy kínai akkumulátorgyárban hol van a magyar érdek? Tegnap felszólalt a parlamentben Lukács László György frakcióvezetőjük, és Rétvári Bence, hát tulajdonképpen neki válaszol, de önt szólította meg, biztosan hallotta, ugye azt mondja, hogy önök mindig Brüsszel utasítását követik migrációügyben, és ön az összes migrációpárti javaslatot megszavazta, mert hogy ön korábban azt javasolta, hogy segíteni kell a menekülteket, harcolni kell a populizmus ellen, és együtt kell működni az EU-val, menedékjogot adni a Szíriából érkezőknek, és a kvótákra is ön igent mondott. Tehát elképesztő az, hogy ugye hazugságokat hogyan lehet összeolózni. Én már számon se tudom tartani azt, hogy hány pert nyertem meg a Fidesz propaganda gépezeteivel szemben, akik azt állították, hogy mi a migrációt támogatjuk. Tehát az egyik állítás sem igaz, amit Rétvári Bence mondott? Ezek kontextusából kiragadott, tehát lehet, hogy azt mondtam, hogy a törökök, nem tudom én hány évvel ezelőtt, amikor Szíriából menekültek az emberek, és Törökország befogadta őket, akkor azt mondtam, hogy igen, a Szíriából menekülő menekülteknek Törökország menedéket kell, hogy nyújtson, az Európai Uniónak meg támogatni a Törökországot abban, hogy a szír menekülteket ellássa, és ezért Törökországot segíteni kell, hiszen humanitárius tevékenység hajt végre. Ilyet mondtam. Az, hogy a populizmus az rossz, az szerintem azért nem szeretném magam exkuzálni, úgy gondolom, hogy a populizmus az igencsak rossz, főleg, hogyha az kormányon végzik kétharmaddal, és egyébként meg egyetlen egy migrációpárti javaslatot nem szavaztam meg. Áprilisban, amire folyamatosan hivatkoznak, volt egy olyan javaslat az Európai Parlament asztalán, ami arról szólt, hogy a migrációval kapcsolatos tárgyalásokat az Európai Parlament, az Európai Bizottság, az Európai Tanács kezdje meg. Ennek a folyamatnak tartunk lassan a végén, de erről még végszavazás nem volt. Tehát olyan kérdés még nem volt, hogy ki az, aki az Európai Uniós intézmények által előterjesztett, előkészített migrációs paktumot támogatják, vagy visszautasítják. Fogunk még erről beszélni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget. Mert hogy most jön az aktuál, Bodasz Balázzsal, szervusz Balázs, kik jönnek hozzá. Szervusz György, köszöntöm a nézőket, itt lesz Holoda Attila energetikai szakértő, Sarkadi és Csaba az Economics újságírója, valamint Apáti István a Mi Hazánk parlamenti képviselője, és beszélgetek velük természetesen az Izrael ellen indított palesztin Hamas támadásról, valamint arról is, hogy Szijjártó Péter egyik közösségi médiás videójában elhangzik az, hogy azért nem kapunk uniós pénzeket, nem azért, mert a jogszabályainkkal vagy bármivel baj van, hanem azért, mert sikeresek vagyunk, és ezért utálnak bennünket. Aztán szó lesz arról is, hogy csökkent az infláció, 12,2% az egy évvel ezelőtti időszakhoz képest, itt szeptember hasonlítva szeptemberrel, de még így is Európa bajnokok vagyunk a pénzromlás mértékét tekintve. Az ELTE lágymányosi kampuszán pedig melegvíz átadó ünnepséget tartottak a dolgozók, mert egy év után végre ez a fejlesztés is révbe ért, és most már van melegvíz, ami folyik a csapból. Debrecen fideszes polgármestere pedig a kormány szólította fel arra, hogy zárjanak be egy kiskaput, amely a környezetvédelmi bírságok alól mentesítene bizonyos cégeket abban az esetben, hogyha szerződést kötnek a környezetvédelmi hatósággal, mert hogy a debreceni polgármester attól tartott, hogy ez majd az akkumulátorgyáraknak fog kedvezni. Aztán megjelent az a fajta módosítás, vagy pontosítás Gulyás Gergely kancellária minisztertől, amely az akkumulátorgyárakat kizárja ebből a mentesülési lehetőségből, de például egy csomó vegyipari üzemet meg nem. Ezek lesznek tehát a témáink néhány perc múlva. Balázs, köszönjük, én pedig kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, holnap este újra várjuk Önöket itt az Egyenes Beszédben. Viszontlátásra!